A megalapozott gyanú szerint a férfi egy 2 hónapos kutyát lőtt nyakon Tiszapüspökiben. Egy kutya tulajdonos tett bejelentést a rendőrségre 2021. március 2-án, mert elmondása szerint néhány perccel korábban egy helyi lakos Tiszapüspöki belterületén a 2 hónapos foxi kutyáját légfegyverrel nyakon lőtte. Igen, kedvenc kutyusuk, meg megviselte Melisszát is, őt a legkisebbet, meg ugye van nagyobb, 12 éves őt is. Nagyon, még 19 éves gyerekem is sírt a kutyáért, ő meg fiú. Annyi volt, gondolom, hogy csak a kutyát le akarta, vagy én nem tudom, hogy mit ártott neki a kutya, semmit, mert utcán sincs kint a kicsi kutya, 2 hete, hogy hozta párom, hát nem tudom. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol megállapították, hogy a kutya a nyakán lőtt sérülés szenvedett. A bántalmazott fűben vonyító ebet az állatorvos ellátta. Vérzett, de aztán kijöttek az állatorvosok, leinjekciózták, úgyhogy helyre jött. Másnap reggelre, hajnalban még beteg volt, de reggelre hál' Istennek jobban lett. Az egyenruhások elfogták és előállították a törökszentmiklósi rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 68 éves férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozók a fegyvert vagy annak utánzatát lefoglalták. Kollégáim a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 68 éves férfit elfogták és előállították a törökszentmiklósi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A meglőtt állatot az állatorvos a helyszínen ellátta. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság állatkínzás vétséggel követése miatt folytat eljárást.